reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk! Jó reggelt kívánunk, jó reggelt kívánunk! Ez a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádión, július 14-én, kedden reggel, 7 óra 11 perckor, Kántor Endrével. És Gede Balázzsal. És 0630 20 10 909 az SMS, WhatsApp és a Viber számunk is egyben. És hát nehéz helyzetben vagyok, eldurogtattam a közlekedési infokat, pedig most annak kéne jönnie. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n. Hát legfeljebb elmondom még egyszer, bár ez lehet, hogy nem volt, hogy az M1-M7 suhan osztja Penkóig, ezt kaptuk. Aztán... Baleset van az Irinyi József utcában, kifelé a Bogdánfi utca előtt. A Petőfi híd Budai híd főjétől akadozik a haladás, ezt is kaptuk. Igen, és élek a forgalom az M0-ás autó déli szakaszán, ami hát nem egy meglepő, nem egy breaking news ilyenkor reggel 7 óra felé. Az M1-es autópálya irányába Dunaharaszt és Halásztelek között lelassult az előrejutás, legalább 40 perces időveszteséggel kell számolni. Az ellenkező az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, egyelőre nincs fennakadás a közlekedésben. Aztán a reggeli csúcsforgalomban lassabb haladásra kell készülni az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton az ürömi körforgalomnál. A 31-esen baleset történt az M0-ás közelében a Maglódi körforgalomnál, Budapest felé autózók számítsanak torlódásra. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről. Na nézzük! Lehetett a hírekből is hallani. Andi elmondta, hogy két új hajójárat indul. Jaj, azt mi már elmondtuk az Ács Gáborral hetekkel ezelőtt, hogy fog. Igen. Csak most van az ideje, hogy... hogy fontos indul. Egyébként, mert egyrészt tök jó az útvonal, mind a kettő. Az egyik Esztergom és Zebegény között. A másik pedig valószínűleg az egy kicsit teltebb lesz majd, vagy hát több lesznek rajta. Szentendre, Leányfalú, Tahitót falu, Visegrád vonalon indul, és hát egyébként meglepő számomra az 500 forintos hajóár, vagy jegyár. Ez valami csali. Nagyon megéri. Nagyon, és már csak azért is, mert megszakítható, tehát hát, kibe lehet ugrálni, itt leszállsz, ott leszállsz, egy lángos, két pisztránk, nem tudom, mit lehet enni ott a környéken. Ott meg nézelődni, kirándulgatni, aztán visszaszállni, szóval eszméletlen jónak tűnik. Reméljük. Ha jól tudom, akkor korlátozott számban bicikli is szállítható ezeken. Aha. Van egy ilyen rész hátul, bár ebben nem vagyok teljesen biztos, hogy mindegyik alkalmas rá, tehát ezt meg kell kérdezni, viszont ha igen, akkor mind a kettő egy zseniális hétvégi kirándulásra alkalmas dolog, mert egész jó bicikli út van Budapestről kifele abban az irányba, és főleg ezen a, ugye ez a Szentendre, Lányfalú, Tahitót falu, Visegrád vonalon, de az Esztergom, Zebegény is, tehát ott végigmegy a bicikli út egész sokáig, és 500 forint az tényleg egy röhely. Igen. És hát mutatja is a népszerűségét, hogy a Mahart Pásznáve adatai szerint egész komoly, azt mondja, hogy naponta kétszer, hosszabb járatokon naponta egyszer indulnak a hajók, de most ez lehet az, ami egy kicsit megnehezíti a dolgot, de minden esetre népszerű, mert a hétvégén 4000 utast szállítottak, és a társaság készül a harmadik hajó üzembe állítására is, számítva arra, hogy a felvidékről érkeznek turisták. Igen, ugye akkor találták ezt ki, amikor a Nagymaros-Zebegény közötti vonatpótló hajójáratot beindították. Lehet, hogy mi erről beszéltünk az Ácsa? Igen. És hát annak a népszerűségén felbuzdulva jött az ötlet, hogy egy ilyen hopon-hopof körjáratot, ugye, tehát megszakítható utazással, igen, elindítsanak. Úgyhogy ez egy üdvözlendő történet.
Bocsánat, jön egy másik hír, ami Ács Gábor számára ilyen legalábbis megdobogtatja. Egész műsor az Ács Gáborról szól eddig. Jó, figyelj, hát végül is. Elkezdődött a Budapest-Belgrád vasútvonal magyar szakaszának fejlesztése, ezt csak úgy viccből mondtam, hogy ez megdobogtatja az ő szívét. Minden esetre a kivitelezésre vonatkozó szerződés hatályba lépett, és ezzel kezdődött el ez a magyar szakasz fejlesztés. Ezt az Innovációs és Technológiai Minisztérium közölte, és elmondta azon az ülésen a miniszter, ahol a projekt megvalósítását irányító vállalatokkal ültek le, hogy az előkészületek ütemterv szerint haladnak, és 2025-re készül el a beruházás. És hát ugye nem véletlen, mert hogy ez a 2021-27-es uniós fejlesztések középpontjában vasúti projektek állnak. Árufuvarozás is nagyon fontos, és azt szeretnék, hogy Magyarország gyakorlatilag megkerülhetetlen legyen a vasúti árufuvarozás tekintetében. Minden esetre izgalommal várjuk a költségeit ennek a Budapest-Belgrád vasútvonal magyar szakasznak. Most egy új fesztiválról számolhatunk be, bocsánat, annak a részleteit nézegetem, a Bikers Weekendet szeptember 17-től 19-ig rendezik meg a Vasúttörténeti Parkban, fellép az Omega, az Edda művek, a Mobilmánia programok során lesz motorépítő bajnokság és szépségverseny is. Hú, hát ez egy ilyen nagyon klasszikus, ilyen rocker. Öreg motorosok, öreg zenészek. Szerintem Csoki is ott lesz, az biztos. Azon röhögtem, hogy egyszer képzeld el, hogy Alsóörsre lementem. Volt valami zenekar, amit megszerettem volna nézni élőben mindenképpen. Tudom, a Steppenwolf volt. Uh-huh. És ha már eljöttek Magyarországon, meg kell nézni ezt a legendát. És lementem, hát annyi bankigazgatóval, komoly vállalkozóval még soha nem találkoztam. Ugye, hogyha fogsz egy ilyen komolyabb mocit, akkor azért az nem 1 millió forint, és hát ugye ebből is kiderült, hogy a magyar Harley Davidson klubnak a tagjai azok valójában a második fiatalságukat élő nagyon tehetős úri emberek. Tehát azt gondoltam, hogy majd ott ilyen vérrockerek között ugye megbúvok, és gyakorlatilag le kellett pacsizni minden sarkon, mert itt egy bankigazgató, ott egy befektetési bankár. Na kérlek szépen, a hajójárat, tudtam én, hogyha hajózunk, akkor Zita hallgatót azt előrántjuk valahonnan, ha csak félfüllel is hal minket, úgyhogy írt is nekem. Találkoztam vele, képzeld, ez egyik ilyen hajójáraton. Tényleg? Na. Bizony. Hát igen, vele lehet, mert ő ilyen hajós, mahartos. Úgyhogy írt is nekünk információt. Azt mondja, hogy igen, bicikli korlátozott számban szállítható. Ezt megerősíti. Viszont az út megszakítása a Szentendre-Visegrád viszonylatban vigyázzunk, mert csak egy hajó megy fel, és az megy vissza. Aha. Úgyhogy ez egyelőre jobban hangzik, mint a valóság. Vagyis hát megoldható éppenséggel, csak hát... Hát ezt mondtam, hogy cangával kell ezt elképzelni, és akkor ott lehet közben bringázni, és visszajönni hajóval. Tehát valahogy meg kell tervezni. Igen. Erre figyelni kell. Tehát itt a köszi az információkat, akkor ez most ennyi, zenélünk is egyet. Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és